2020. november 4-e óta a polgármesterek egy személyben dönthetnek minden a településüket érintő kérdésben, miután a vírushelyzet miatt rendkívüli állapotot hirdettek meg. A járvány visszaszorulása miatt a képviselőtestületek tagjai június 15 után ismét a tárgyalóasztalok köré ülhetnek. Bozsalik Róbert polgármester azt mondja, egészen másképp működött így az önkormányzati munka. Másfajta együttműködést kívánt ez az időszak. Kicsit nehezebb volt a képviselőket együttműködésre bírni és véleménynyilvánításra bírni, de azt gondolom, hogy így is, ha volt olyan kérdéskör, amiben véleménykülönbségek vagy nézetkülönbségek voltak, azt igyekeztük a döntésbe beépíteni, és annak megfelelően születtek meg a döntések. 2021-ben mintegy 130 előterjesztést készítettünk, számtalan egyeztetést lefolytattunk. Ennek a 130 előterjesztésnek szinte mindegyikének egy vagy több döntése is született. Igyekeztünk ezen időszak alatt, ha formálisan nem is ülésezhetett a képviselőtestület, de mindenképpen a szokásos egyeztetéseket lefolytatni annak érdekében, hogy a döntések, amik megszületnek, azok valóban tükrözzék a város vezetésének összhangját és döntéseit. Azt gondolom, hogy ezt folyamatosan fent is tudtuk tartani, hiszen az előterjesztéseket időben megkapták a képviselőtársak, fönn voltak a város honlapján, tehát teljes nyilvánosságot adtunk, sőt, minden hónapban igen részletesen több fórumon is tájékoztattuk Bátaszékváros lakosságát arról, hogy milyen előkészületek zajlanak és milyen döntések születtek, amely az ő életüket és városunk életét befolyásolják. Legutoljára az elmúlt hét péntekén születtek olyan döntések, melyeket a polgármesternek kellett meghoznia a képviselőtestület hatáskörében eljárva. Ezek alapvetően a folyamatban lévő ügyek technikai bonyolítását segítették elő, hiszen módosítottuk a város közbeszerzési tervét, két közbeszerzési eljárást kívánunk indítani az elkövetkező időszakban, amiről már természetesen a képviselőtestület fog dönteni. Döntés született arról is, hogy támogatni kívánjuk a megyei polgárőr szövetséget, hiszen ebben az esztendőben reméljük nyáron már megyei rendezvényt tudnak tartani, és kimondottan jó kapcsolatot ápol a város mind a bátaszéki polgárőrséggel, mind pedig a megyei szövetséggel, ezért ezt a rendezvényt 100.000 forinttal kívánjuk majd támogatni az elkövetkező időszakban. És hát kezdődik az előkészület a júniusi ülésterv szerinti ülésnek a megtartására, ahol a képviselők részletes tájékoztatást kapnak az elmúlt fél év döntéseiről, írásbeli úgynevezett lejárt határidő határozatok formájában, és már érdemben minden egyes kérdésben, ami napirendre tűzünk, ők fogják meghozni azokat a döntéseket, amelyek a város életét az elkövetkező időszakban befolyásolni fogják. A képviselők a következő napokban egy rendkívüli ülés keretében összeülnek már a Városháza tárgyaló termébe. Hogy aztán a soros ülés keretében a hónap végén visszatérjen a rend a bátaszéki önkormányzati testület életébe is.